jelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádióban. Benne pedig nem más, mint Gede Balázs. És Kántor Endre természetesen. Jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak, és neked is, Endre. Eléggé kemény lesz a mai reggel. Én azt mondom, hogy kösse fel a gatyáját, Budapest, mert hogy a közlekedésben tapasztalható anomáliák már korán reggel megjelentek. Szeretném üzenni a fővárosba az agglomerációból különböző gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedőket, hogy azért az 5 perc előnyért nem érdemes 130-al tépni a mínusz 3 fokos hóátfúvásos lefagyott autópályán. Nincs értelme. Úgyhogy... Lehet, hogy az üzenetnek sem, mert egy pár évvel ezelőtt én is kísérleteztem ezzel, hogy a Balatoni úton közlekedőknek eljutassam ezt a hasonló üzenetemet, és azóta sem változott a helyzet. Úgyhogy félek, hogy ez is elszáll majd. A borzalom az benne, hogy tényleg, tehát, hogyha mondjuk azt nézed, hogy ha vegyünk ilyen extrém példákat, hogy mondjuk, mit tudom, valaki 100 kilométerről utazik be Budapestre, ugye? És nem 80-nal közlekedik, hanem mondjuk 120-szal, akkor aztán elképesztő előnyre tesz szert, hogyha ezt a 100 kilométert nézzük, ugye? Gondolkodjunk már egy picit. Tehát teljesen fölösleges veszélybe sodorni mindenki mást, hiszen az a sáv érdekes módon ilyenkor egyébként Budapest felé, főleg az M7-es, M1-esen tapasztalható, hogy a belső sávban sokkal nagyobb a hó átfúvás, a hó, a rászáradt jég, ugye ott kevésbé tudja a szél is valahogy elfújni, kevesebben hajtanak rajta, és hogyha ott próbálunk előzni, akkor azért 100 fölött gyakorlatilag megfoghatatlan az autó, hogyha bármi történik. Aki mellettünk halad, őt is elsodorjuk, meg aki előttünk, utánunk, tehát egyszerűen ez agyatlan, agyatlan. Na mindegy. Azért is fontos az óvatosság. Az elmúlt napokban ugye nem ilyen fagyos idegcsapadék volt, hanem eső, néhol ónos eső, és már az is rengeteg balesetnek volt a kiinduló pontja, úgyhogy ilyen körülmények között meg főleg sok lehet, hogyha nem figyelünk, úgyhogy tényleg azt kérjük, hogy óvatosan autózzatok, és hogyha láttok bármit az utakon, akár azt, hogy lehet haladni, le van takarítva, akár azt, hogy nem, és dugó van, azt a 06302010909-re írjátok meg, legyetek kedvesek. Ahogy azt tudjátok, ez SMS, WhatsApp és Viber szám, és hogy kinek mi kedves, azon a csatornán keresztül tud nekünk írni, üzenni. Jó reggelt, Cseppelről Gödöllőre havazás, csúszós utak, hideg, autók az árokban. Nyuszi? Kérdőjel. F, a nagyon szerelmes futár. Hát igen, ez teljesen jogos kérdés. És akkor azt mondja nekünk Bea is, hogy jó reggelt neked is. És a többi üzenetet azt majd megpróbálom, hogyha minden frissült, hát ugye jöttek a kumulatív Windows frissítések a tegnapi napon, úgyhogy ez itt ilyenkor korán reggel meglátszik nálunk az üzenőfalon. Na, de nézzük, hogy inkább, hogy mi az, ami jellemző a mai napra, például névnapilag. Bertoldok és Marietták ünnepelnek a mai napon, hát nagyon nagy szeretettel köszöntjük őket, boldog névnapot kívánunk. Hosszú most a sor, tegnap az másfél sorosat fel tudtam sorolni mindenkit, hát most nem, mert ez már legalább három.
sorba van rendezve a mai név naposok, úgyhogy csak szemezgetni tudunk a dezsiderek. Dezsider, ugye? Igen, mariórák, marézák, paszkál és paszkáliák is ünnepelnek, valamint a dezsérek, tittinák, titanillák. Mindenkit köszöntünk akár. Csoda, hogy olyan név nem szerepel ma a naptárban, hogy Demizson, mert szerintem a dezsider mellé beférne egy Demizson is. Na mindegy. Azt mondja Vassa, hogy sziasztok, a rászára tiék kifejezés nagyon tetszik. Igen, valóban, azért röhögtem saját magamon, hogy mekkora baromságot sikerült így korán reggel kimondani, hogy rászára tiék. Nyilvánvalóan ráfagyott, odafagyott. Igen, nagyon képetes volt, tehát én így írtál, rögtön beugrott nekem ez a lefagyott, letapadt jég. Igen, letapadt, igen, ez jobban, igen. Úgyhogy simán. És ott, ilyen mínusz 3, mínusz 4 fokos szél fúj, ott ugye gyakorlatilag hiába, hát majdnem, hogy azt mondom, hogy hiába sózzák le, teljesen el tudja az fújni azt a rászórt réteget, és ott marad, és oda fagyasztja még jobban. Na, azt mondja, hogy a történelemben ezen a szép napon mik történtek, 1893-ban volt, amikor Csonka János és Bánki Donát szabadalmaztatták a porlasztójukat, ez pedig a Bánki Csonka féle karburátor volt. Úgyhogy ez egy hát neves... igen, amit már hogy egyre kevésbé használunk, mert hogy már a befecskendezés vette át a helyét. Hát bizony én még az összetákolt kis motorjaimon sokat bütykölgettem, és nagyon nagy hozzáértést igényelt a különböző kis csavarkáknak, igen, fúvókáknak az állítása, hogy az ott jól működjön. Hát jobban tudjon menni. Igen. Úgyhogy az egy nagyon speckó tudás volt, hát most már erre sincs szüksége, azt gyanítom, vagy egyre kevésbé. Azt mondja kedves hallgatónk, üzenem az autópályán gyorsan közlekedő honfitársainknak, hogy aki traktorral megy dolgozni, annak nincsenek útakadályok. Gyorshajtásért sem kap büntetést. Főleg, ha csak földúton kell mennie. Adottságok vannak. Igen. Na hát úgy látszik, az időjárásban ez a február 11-e, ez egy ilyen kiemelkedő nap, legalábbis itt hazánkban, a Kárpát-medencében, mert 1929-ben ekkor mérik Budapesten az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet, és ez pont ott nálad, veléd, ott a második kerületben történt, mínusz 23,4 fok. Bizony. Úgyhogy az elég kemény lehet. Pont erről beszélgettünk egyik nap, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni azokat az időjárási anomáliákat, amik voltak a múltban, közelmúltban, távolmúltban. Például ez a 1929-es dátum, ez egy jó kis emlékeztető. Igen. Azt 1990-ben az apartheid áldozata, Nelson Mandela 27 évi fogságból szabadul. Ugye dél-afrikai fekete aktivistáról van szó, aki később Nobel békedíjas lett, és dél-afrikai elnök is. Hát, belegondolni is rossz 27 évet börtönben tölteni, ráadásul olyan okok, indokok miatt, amiért ő, az eléggé rettenetes. Nagyon klassz volt a Mandela film, a Morgan Freeman játszotta, ha jól emlékszem. Igen, szinte biztos vagyok benne, mert rögtön ő ugrik be, hogy Mandela filmről van szó, igen. Nem csak a jó Istent tudja kiválóan alakítani. De abszolút, őt talán nem arra alkalmasnak, igen. Azt mondja, hogy ja igen, hát is egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dátum magyar média történetben, meg bűn történetben, meg ugye a virágzó kapitalizmus történetében 98 Budapest nyílt utcán nagyon lövik Fenyő János médiavállalkozót, a Vikó Kft. Tulajdonosát, a fenyőgyilkosság. Tehát ezen a napon volt 1998-ban. Születésnaposaink közül megemlékezünk Thomas Alva Edisonról, aki 1847-ben február 11-én született, amerikai feltaláló, és egy másik mondhatni feltaláló tudós, Szilárd Leó, magyar származású amerikai fizikus, biofizikus és atomtudós is ezen a napon született, csak kicsit később, mint Edison, 1898-ban. 1936-os születésű Burt Reynolds, Emmy-díjas amerikai színész, rengeteg nagy film, 70-es, 80-as évek egyik óriási celebritása volt ő, és hát még egész komoly, modern, mondjuk úgy, hogy a 2000-es évek utáni filmekben is helyet kapott. Volt egy nagyon klassz filmje, nagyon jellemző 80-as évekre, a Stick című, amikor ő egy ilyen
börtönből kiszabadult ilyen megoldó embert játszott, akit egy gazdag asszony felbérelt, hogy intézzel az ügyeit, ügyes-bajos dolgait. Jó pofa film volt, többek között Burt Reynolds, meg hát rengeteg más. Ágyugójó futamok. Úristen, most nézem, egyébként nekem az ágyugójó futamok ugrik be mindig hát az nevér. Nagyon erős volt, ugye. Nézem a filmográfiáját, 59-től egészen 2010-ig irgalmatlan hosszú, tehát igen. Több képernyőnyit kell görgetni, hogy az ember... Hát figyelj, 70-es években, meg a 80-es években az amerikai filmipar gyakorlatilag futószallagon gyártotta a mozikat, tehát akkor olyan szintű virágzás volt, és hát Burt Reynolds volt az egyik, aki azért elég sűrűn szerepelt. Nagyon sokan nem is emlékeznek rá szerintem, hogy milyen volt bajusz nélkül, mert volt egy pont, ahonnan őt már csak bajusszal lehetett látni. Nagyon, nagyon érdekes színész volt ő. Na, és hát Sheryl Crow, amerikai blues, pop, énekes, gitáros, dalszerző, Grammy-díjas. 1962-esen ezen mindig meglepődöm. Valahogy nekem a Sheryl Crow egy ilyen örök fiatal, de hogy hát miért ne lenne? Hát 62-es valaki, akkor még mindig fiatal. Igen. Már elnézést. Az a lényeg, hogy majd neki küldünk egy felvételt, de most hirtelen nem ezzel készültem, hanem szeretném azoknak a honfitársaimnak üzenni, akik nem tudják, hogy ilyen hidegben és ilyen időjárási viszonyok között hogyan kell közlekedni a következő felvételt, mert ez nekik szól. A Lost in the Cold egy Twiddle nevű formációtól, akiknek ez 2012-es albumán jelent meg, nagyon jó pofa zenekar, de valahogy eszembe jutott, úgyhogy most ez jön, aztán majd Sheryl Crow előtt is főt hajtunk. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.